Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve veled kapcsolatban? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Diana számára. Kedves Diana, üdvözöllek téged! Ez most a te felvételed, és megnézzük, hogy ő mit akar, mik a szándékai, mik a tervei, mit fog tenni. Az ő jelenlegi helyzetét itt ez a kártya mutatja, és utal változásokra. Gyakran költözködésre, vagy munkahelyi változásra. Itt van egy négy levelű lóher, ez arra utal, hogy itt lesz nála egy szerencsés fordulat. Mik a tervei? Ezt mutatja itt ez a kapu, és ha ez a kapu kinyílik, akkor őt észreveszik. Akkor ő a középpontban áll, megkapja ezt a megbecsülést, és ő keres egy kiutat, keres lehetőségeket. Én úgy gondolom, hogy itt munkahelyi változásokról lesz szó. Mi áll most nála a középpontban? Ezt itt a könyvek mutatják, ez lehet egy titok, viszont lehet képzés is, tanulás is. És ha ő ilyen munkahelyi dolgokon elgondolkozik, akkor előfordulhat az, hogy ő valamit szeretne javítani a munkahelyét illetően, és itt lesz egy továbbképzés. Kik hatnak rá? Ezt itt az egerek mutatják, és az nem kellemes. Ez arra utal, hogy azok a kapcsolatok, amik nála most vannak, az is lehet, hogy a munkahelyét illetően, az őt zavarja, az őt idegesíti. Az egerek jelentik azt is, hogy valamit eltávolítanak. Ő visszahúzódik, és ő befejezi ezeket a hamis kapcsolatokat. Mi változik nála? Azt mutatják itt a gyermekek. Az lehet, hogy a kapcsolat a gyermekekhez, vagy jönnek a gyermekkori emlékek, ezáltal változik nála belül valami, másképp látja a dolgokat. A gyermekek szimbolizálnak egy új kezdetet is, és pontosan ez, amit ő szeretne. Erre utal ez a kép is változásokra. Hogyan áll hozzád? Azt itt a halak mutatják. Ezek értékek. Te értékes vagy számára. A halak jelentenek egy lelki kapcsolatot is. Van valakie, egy másik hölgy a háttérben, ez a kártya sérüléseket, bántalmakat mutat. Lehet, hogy van valaki a környezetében, de ez nem párkapcsolat, hanem valaki, aki megsérti őt. Az lehet egy kolléganő is, az lehet valaki a családban, és itt vannak hamisságok, hazugságok, viták, veszekedések. Ezt ő bizonyára szeretné lezárni, de még vannak nehézségek az ő életében, és pontosan az, amit veled közölni szeretne, azt mutatja itt ez a hegy, a problémákat. Ez itt áll, ez a hegy előttetek, természetesen jelenti azt is, hogy ez a te életutad, most idáig elérkeztél, és nem tudod hogyan tovább, mert nem látsz át a dolgokon, nem tudod, hogy mi van a hegy mögött. De ez megy tovább, mert lesz újra kapcsolat kettőtök között, ezt mutatja itt ez a levél,
Az is előfordulhat, hogy ő vár arra, hogy te jelentkezzél nála, és kiáll a középpontban, te állsz itt a középpontban. És ez a kártya mutat még valamit, a jövőt. És a jövőben kell, hogy te légy a középpontban, és kell, hogy ő jelentkezzen, és kimondja azt, hogy te vagy az ő szívében, mert köztetek van egy lelki kapcsolat, és ez utal mély érzésekre. És ezekben a mély érzésekben kell, hogy megbíz. Neki vannak gondjai, nehézségei, ő szeretne valamit változtatni az életén, akar egy új kezdetet, előfordulhat, hogy vár arra, hogy te írjál, és itt lesz köztetek egy közeledés, egy új kezdet, de gondolj mindig arra, te állsz itt a középpontban. Nem szabad, hogy hagyd, hogy ő kihasználjon téged, ne hagyd az, hogy mindig te jelentkezz nála, hanem tanulja meg azt, ez itt, ez a tanulás, ez is egy lecke, hogy kell, hogy ő kimondja azt, amit akar, vagy beszéljen érzelmekről. Mielőtt megkérdezem az Ingát, hogy ő szeret-e téged, szeretnék még valami fontosat közölni, mert én belepillantottam a horoszkópodba. Van két kármikus holdcsomó. Az egyik a lefele mozgó holdcsomó Kétu. Az mutat egy kármikus utat, amin te már jártál, amit te ismersz a korábbi életedből. Ez a lefele mozgó holdcsomó az a Skorpión jegyében van. Októbertől ez a lefele mozgó holdcsomó, mert ez mozog, átlép a Skorpión jegyébe, és itt lesznek neked kármikus témáid októbertől, de még jövőre is. A felfele mozgó holdcsomót Ráhúnak hívjuk, és az egy életút, egy sorsút, amit a te lelked kiválasztott, mert kell, hogy ezen az úton menjél, de ezt az utat nem ismered. És ez a bika jegyében van a négyes életházban. És októbertől ez a felfele mozgó holdcsomó mozog, és átlép a bika jegyében, itt lesznek kármikus témáid ez év végén, tehát októbertől és jövőre is. Ez kihat a párkapcsolat területére, viszont kihat a munkahelyi területre. Előfordulhat az is, hogy lesz egy költözködés. És most megkérdezem az Ingát. Szeret ő téged? Igen, nem, vagy egy kicsit. Amennyiben az Inga jobbra fordul ki, az azt jelenti, igen, ő szeret téged. Amennyiben az Inga balra fordul ki, az azt jelenti, ő nem szeret téged. Amennyiben az Inga megáll, úgy megállnak az események, és nem lehet tudni, hogy mit érez irántad. A válasz igen, igen, ő szeret téged. Kedves Diana, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!